Szepesi Tibor polgármester a város nevében Móron megemlékezett a 100 éve elhunyt Vekerle Sándorról, Karcag díszpolgáráról. Kevés olyan magyar politikust ismerünk, aki annyira sokoldalú lett volna, mint a 19. és a 20. század fordulóján. Az osztrák-magyar monarchia Magyarországán a miniszterelnöki pozíciót 3 alkalommal, a pénzügyminiszteri tárcát többször is betörtő államférfi. A miniszterelnöksége idején a dualista államot szolgáló reformokat hozott, és nehéz gazdasági időszakra esett a 3. miniszterelnöksége is, amikor 1917 és 18 között ismét kormányt alakított. Mint a végső háborús idők kormányfője, igyekezett megmenteni, amit lehetett. A gazdaság kapcsán már akkor előre látta azt, amit az ország polgárai későbbi időkben kényszerűen tapasztaltak meg a bőrükön. Ő mondja, idegen tőkére ilyen nemzetközi politikai feltételek között nem lehet számítani. Vekerle Sándor ilyen személyiség volt. Olyan államférfi, aki tehetségét, a pénzügyi jogi szaktudását, szervező és kompromisszumkészségét kamatoztatva oldotta meg a kora számos politikai és közigazgatási kihívását. Vezette be a magyar állam működésére és a társadalmi fejlődésére nézve is meghatározó reformintézkedéseket, jogszabályokat. Az államférfi a következő nemzedékre gondol. A politikus csak az éppen következő választásokra. Írta 173 éve Móron született és 100 éve elhunyt Vekerle Sándor egyik kortársa, aki teológus volt ugyan, de tökéletesen átlátta a közéletet. Manapság államférfiból kevés él a világon. Hiány vagyunk az ókori, később korokbeli európai és magyar hagyományok szerinti nagy formátumú államszervezőknek. Deák Ferenc, Tisza István, Bethlen István és Vekerle Sándor után nekünk közel 100 esztendeig a legjobb esetben is csupán részfeladatokat jobban, rosszabbul kezelő, kisebb-nagyobb képességű közéleti szereplők jutottak, de sokkal inkább érdekvezérelt, az alkalom hasznát leső perc emberek. A polgári házasság bevezetése, az államháztartás hiányának megszüntetése, pénzügyi közigazgatási újjászervezése, a cukor, a szesz és a fogyasztási adók és az aranykorona bevezetése fűződik a nevéhez. Ma, amikor Móra érkeztek, bármilyen irányból is jöttek, a Mór-Vekerle városa feliratot láthatták az út mentén elhelyezett köszöntő táblákon. Valóban Vekerle Sándor 10 évvel ezelőtt az etéren álló impozáns emlékműve felállításakor sok elfeledett évtized után hazaérkezett szülővárosába. Reméljük az elmúlt évtizedekben otthonra is talált szellemisége annak köszönhetően, hogy a nevét viselő alapítvány, a civil közösségek, Mórváros vezetése, politikusai igyekeztek tartalommal megtölteni a Vekerle hagyományőrzést. Mégis sokáig háttérbe szorult munkásságának és érdemeinek bemutatása. Közel 100 év kellett ahhoz, hogy az utókor újra felfedezze és elismerje teljesítményét. Külön öröm számunkra, hogy egy megismerhetetlen pillanat a mi életünkben talán, én bizonyára így gondolom, hogy 100 év múlva fogjuk-e követni ezt a példát, hogy minden város, aki díszpolgárrá avatta Vekerle Sándort, immáron már nem csak magyarságunk, a magyar nyelvünk, hanem Vekerle Sándor miatt is együvé tartozunk, és azt gondolom, hogy ez példaértékű nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Hálásan köszönöm, hogy együtt ünnepelnek velünk, és a híres miniszterelnök Móráros szülőtét méltó módon tudjuk ünnepelni és emlékezni rá. Karcagon rendkívüli közgyűlésen döntöttek a díszpolgári cím adományozásáról. Korunkban ezt a címet a város valamely különleges, kiváló vagy érdemeket szerzett polgárának adományozza. A dualizmus korában politikai fegyverként, nemzeti konzultációként is bevezették ennek a címnek az adását. Szentesi Tóth Kálmán karcagi polgármester szavaival élve. Ez a választás feltűnőnek mondható, mert Karcag közösségének túlnyomó nagy többsége véres szájú 48-as, Kossuth párti volt és az öreg Madarász József képviselőnek átkos kormány kifejezését nagyon helyén valónak minősítette. Bizonyos esetekben azonban lehet másként cselekedni, különösen, ha olyan kérdésekről van szó, amiben egyetértenek a kormánnyal.
Így történt ez 1894. június 11-i képviselőtestületi gyűlésen is, amikor a legszélsőségesebb ellenzéki képviselők díszpolgárrá választották Vekerle Sándort. Megbízták a polgármestert, hogy a budapesti Régl József könyv- és papírkereskedőtől díszpolgári oklevelet készítessen, és küldöttség élén személyesen adja át azt Vekerle Sándor.